Ez a tizedik bál, úgyhogy egy igen szép évfordulóhoz értünk. Annyit is el kell árulnom, hogy én amikor 2009 őszén felvetették a kollégáim, akkor hát nagyon tartottam ettől, és azt gondoltam, hogy hát nem tudom, próbáljuk meg, aztán mi lett belőle. Az lett belőle, hogy évek óta a bonyhádiak jelentős adományokkal támogatják ezeken az alkalmakon az egészségügyi intézményt. Bár a kórház működése évről évre gazdasági nehézségekkel küzd, alapvetően működőképes, mondja Barca Zsolt igazgató. Ami a jó hír, hogy a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet működik, nyújtjuk a szolgáltatást a betegeknek, szélesítjük is az ellátási spektrumunkat, ellátási területünket, több új szakrendelést próbálunk beindítani. Természetesen ez kapacitás és szakember függő, de én azt gondolom, hogy ez a helyzet most így, úgy látom, az elmúlt 10 évben visszatekintve uralható. A bonyhádiak számára fontos a kórház. Jelzi ezt, hogy amikor a bezárásról volt szó, minden követ megmozgattak a megmentés érdekében. Bár a kórház nem Bonyhád fenntartásában működik, a város vezetése minden lehetséges eszközzel támogatja az egészségügyi intézményt. Annak idején 2007-ben is bebizonyította a város, hogy mennyire fontos, amikor megérintette a kórház bezárás réme a várost, akkor napokon belül, mondhatom, körülbelül egy hét alatt több mint 14 ezer aláírást gyűjtöttünk, hogy megakadályozzuk ezt. Sikeresen tettük. Aztán néhány évvel ezelőtt a Richter Egészségváros szervezett egy programot Bonyhádon. Itt szintén egy emberként mozdult meg a város, és egy nap alatt több mint közel 8,5 millió forintot gyűjtöttünk össze a kórház javára. Nagyon fontos a kórház. Az idei esztendőben 1,1 millió forintot adtak össze a bálozók, amit fertőzést megelőző eszközök beszerzésére és szakmai továbbképzésre fordít majd az intézmény.